Nincs döntés a megyénként eltérő járványügyi szabályokról, így reagált az ATV.hu-nak a Nemzeti Népegészségügyi Központ. Vasárnap az NNK járványügyi főosztályvezetője vetette fel, hogy régiónként eltérőek lehetnek a járványügyi szabályok. Galgóczi Ágnes arról is beszélt, hogy Pest megye és Budapest a legfertőzöttebb. Rusfai Miklós víruskutató szerint ugyanakkor sem Pest megye, sem a főváros nem áll rosszabbul, mint Somogy, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom vagy Nógrád megye. A főváros lezárását Karácsony Gergely főpolgármester sem támogatja. Tavaly májusban készültek ezek a felvételek. A Komárom-Esztergom megyei Dömösre egymás után érkeztek a turisták. Muszáj elmennünk a Rámszakadékhoz. A szomszédos Visegrád viszont már Pest megyéhez tartozik. Ott polgárőrök gondoskodtak róla, hogy csak a helyiek hajtsanak be a városba. Egy egész délelőtt, ha veszem, akkor egy 8-10 autó próbált volna bejönni. Megyénként különböző járványügyi szabályok ezúttal is lehetnek. Meredeken emelkedik az eseteknek a száma. A Népegészségügyi Központ járványügyi főosztályvezetője az állami médiának arról beszélt vasárnap. Folyamatosan figyelemmel kísérik a járványügyi adatokat, és akár olyan döntések is születhetnek, hogy megyénként, régiónként eltérő járványügyi intézkedéseket vezetnek be. Galgóczi Ágnes hozzátette azt is, hogy az országban mindenhol terjed a vírus, Budapest és Pest megye a legérintettebb. A szennyvízből vett minták ugyanakkor nem ezt igazolják Rusfai Miklós víruskutató szerint. Pest megye és Budapest lakosság arányosan nem tekinthető fertőzöttebbnek, mint az előbb említett megyék, tehát elsősorban Somogy, Győr-Sopron, Komárom-Esztergom és Nógrád megye. A Portfolio.hu összesítéséből az derült ki, hogy a múlt héten valóban Budapesten találták a legtöbb fertőzöttet, több mint 10 000 embert. A második helyen Pest megye áll közel 8900 új fertőzöttel. Győr-Moson-Sopron jócskán lemaradva a harmadik 3100 új beteggel. Ha viszont mindezt lakosság arányosan nézzük, egészen más a helyzet. Így már Komárom-Esztergom megye a leginkább érintett, 100 000 lakosra vetítve 830 esetet regisztráltak egy hét alatt, Somogyban pedig 770 beteget. Nógrád, Pest, Győr-Moson-Sopron megye fejfej mellett halad 700 körüli új eset számmal. Eltérő szabályokat hozni külön megyékre egyelőre nem indokolt a járványtani adatok alapján. Karácsony Gergely főpolgármester azt mondta, őt nem értesítette a kormány arról, hogy Budapestre vonatkozóan újabb korlátozó intézkedéseket terveznek. Mi azt látjuk a nemzetközi tapasztalatok alapján, hogy nálunk egyébként sokkal kedvezőbb helyzetben lévő országokban sokkal több szigorítás volt. Én azt gondolom, hogy a kormány akkor jár a felelősen, hogyha érdemben megvizsgálja ezeknek a lehetőségét, vagy ezeknek a szükségszerűségét. Azt azonban nagyon határozottan ellenzem, hogy adott esetben az országon belül legyenek megkülönböztetések. A Népegészségügyi Központ az ATV.hu-nak azt írta, nincs döntés megyei szintű korlátozó intézkedésekről.